Február közepén tartunk, ez pedig egyet jelent a disznóságok időszakával. Természetesen a disznótoros fesztiválokra és a falunapokra gondolok. Hamarosan Nagy Ecsed is bemutatja a hagyományokat, vendégünk Kovács Lajos, a település polgármestere. Jó estét kívánok! Hát nem ebben az évben mutatjátok be először, ugye ez már a 12. alkalom. Így van, szép jó estét kívánok én is. Valóban 12. alkalom, azt gondolom, hogy ez már jelent valamit, és mindenképpen egy visszaigazolása annak, hogy 12 évvel ezelőtt, amikor hozzákezdtünk ehhez a programhoz, akkor nem gondoltuk, hogy ennyi időt fog ez megélni de hát a 12 év alatt számos olyan élmény kapcsolódik most már ez a rendezvényhez, ami elengedhetetlenné teszi, hogy folytassuk ezt a programsorozatot. Meg kell mondani őszintén, hogy ez az első alkalommal tulajdonképpen egy helyi ö, kezdeményezésre, egy, egy helyi nagyecseden belüli baráti társaságok, civilek összefogásával létrejött kis házi rendezvénynek indult, de hát most már ott tartunk a 12. alkalommal, hogy a tavalyi évről tudok természetesen konkrét adatokat mondani, de a tavalyi évben például már 22 csapat jelent meg a rendezvényterünkön, és 22 disznót vágtunk le, és azt gondolom, hogy ez most már elérte azt a nagyságrendet, amit már nem is nagyon szeretnénk túllépni, tehát azt a fajta célt, amit mi kitűztünk magunk elé, hogy a nagy a térségben, közvetlenül a szomszédságban élők érezzék jól magukat, és mutassák meg egymásnak azt a hagyományt, ami ma már egyre inkább kikopott a köztudatból, ezt a, ezt a célt maximálisan betölti, sőt, most már picit túlnőtte, de nem is nagyon tervezzük ezt nagyobbra húzni ezt a rendezvényt. Változott valamit egyébként maga a, a, a hagyomány 12 év alatt? Nyilván az a cél, hogy az autentikus fogásokat mondjuk a, a mai generáció is lássa, de hát vannak olyan modern technikai vívmányok, vagy eszközök, amit gondolom, hogy használnak, vagy, vagy tényleg továbbra is azt szeretnétek, hogyha egy ilyen disznóvágás úgy néz ki, mint 50-80 évvel ezelőtt akár? Nem feltétlenül cél. Én azt gondolom, hogy nagyon jól elfér egymás mellett a hagyományos, tradicionális feldolgozás a mai modern technikával. Mind a kettő megtalálható. Tehát van, aki kifejezetten, van, van olyan csapatunk, aki kifejezetten csak a hagyományos módszerekkel dolgozza fel a sertést, de természetesen megtalálhatók a legmodernebb technológiával elkészült elektromos berendezésekkel, csörlőkkel ellátott csapatunk is. És azt gondolom, hogy ez így jól van, hiszen valójában mai napig is megtalálható nagy seden, azért még egy kisvárosi családi házasövezetben a mai napig is azért megtalálható otthon is a civilben is a disznónak a feldolgozása, bár meg kell mondani, hogy most már egyre kevesebb számban történnek ezek. Egyre inkább elmodernizálódott ez a fajta disznóvágásos módszer, mondjuk így, és ma már az a jellemző, hogy inkább meghívnak hivatásos bölléreket a családi házhoz, eljönnek a profik, a profi felszerelés, és így dolgozzák fel a disznót, és valóban a fiatalok nem látják már igazából azt, hogy hogyan történt ez a korábbi időszakban. Ezért mi mindig időt fektetünk, energiát fektetünk arra, hogy hívunk meg olyan csapatot, aki megmutatja a technológiákat, a régieket is. Így például innen a Párciumból, Határon túlról, Romániából is két testvértelepülésünk vesz részt, Ukrajnából is vesznek részt, sőt, ugye most már távolabb vidékről is jönnek személyes kapcsolatok révén csapatok volt, amikor Budakesziről, most például Villányból érkezik egy csapat, aki megmutatja, hogy ott egy ottani sváb szokások szerint hogyan működik a disznó feldolgozása, meg hát a szokásos helyi civilek. Tudod, egy kicsit talán a humánum is benne volt, mert azért sokszor elég hosszú ideig tartott, amíg magát szegény disznót sikerült legyűrni, és tényleg kivéreztetni, és talán így a profik ezt egy picit gyorsabban csinálják. Vívan. És én úgy gondolom, hogy a finom kulináris élet élmények mellett nyilván lesznek kulturális élmények is, és tényleg egy jó buli lesz ez a jövő hét szombaton. Milyen fellépőitek lesznek? Miért érdemes még hozzátok ellátogatni? látogatni. E, valóban így lesz, hiszen tulajdonképpen a, a, programnak a váza az már adott és standard, tehát a szokásos reggeli órás 6 órás után 6.30-kor a fogópálinka természetesen elfogyasztását követően történik a disznószúrás, amit a szokásunkhoz híven a zsűri fog értékelni, hogy ki milyen módon visszatérve az előbbi gondolatodra, hogy ki mennyire profén és milyen gyorsan eh, tudja ezt elvégezni, és azt követően pedig mindenki hozzákezd a, a sejtésnek a, a feldolgozásához, a saját kis tandján, majd 10 órától lesz egy protokoláris megnyitó, ahol a eh, meghívott vendégekkel közösen eh, ünnepélyesen megnyitjuk a rendezvényt, és hát eh, mindig van egy eh, fellépünk, aki szórakoztatja az odajövőket a rendezvény sátrunkba, ez pedig eh, most is eh, mint legtöbbször egyébként az MC Haver és a Teknő nevezetű formáció fogja, én azt gondolom kiválóan ideillő mulatos zenével szórakoztatni a nagy érdeműt, és hát természetesen az egész nap folyamán lehetőség lesz a frissen készült husokat sülteket, hagymásvért kóstolni, és hát arra is gondolunk mindig, és az idén is ez így lesz, hogy már reggel gyakorlatilag a gyülekezőt követően előre mi hozzákészülünk, hogy lesz egy olyan profi standunk, ahol már a, a, a hagymásvértől a, a frissen sültekig, mindenki kóstolhat, nem kell megvárni, míg a csapatok odaérnek, hogy abból elkészül, hanem már előre bekészített, de természetesen friss disznóhúsból, már előre elkészített ételekkel várjuk a kedves vendégeket. Hát köszönjük szépen, remélem, hogy überelitek a tavalyi rendezvényt és még több éhes száj jól lakottan távozik majd a 12. Lápi Disznótoros Legyen így!